Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Előadásomban a innovatív gyakorlatok a megújuló energiák területén a vidéki munkahelyteremtés előadás előremozdítása címmel fogom bemutatni azokat a projekt eredményeket, illetve projekt előzményeket, amelyek az IN2RURAL elnevezési projekthez kapcsolódnak. Miért is fontos a megújuló energia a vidéki területeken? Erről néhány gondolatot hadd osszak meg önökkel. Egyrészt megújuló energiák használata nem csupán környezeti kérdés, hanem egyben társadalmi kérdés is, hiszen új munkahelyeket teremthet. A vidéki területeken a megújuló energiák munkahelyteremtéssel járnak, illetve ennek kapcsán a vidéki területek felzárkóztatásában is részt vehetnek. Emellett az Európai Unió is célként tűzte ki, kiemelt célként tűzte ki azt, hogy a 2020-ra Európában a felhasznált energia legalább 20%-át megújuló energiaforrásokból kívánja megvalósítani, és ennek köszönhetően ugye vidéken különösen fontos szerepe van a megújuló energiáknak, hogyan lehet ezt a társadalom szolgálatába állítani, középvállalkozások, kis- és középvállalkozások hogyan tudnak kapcsolódni a zöld energiához, illetve fontos az, hogy ez a megújuló energia ugye a mindennapunk része legyen. Mindenképpen beszélnünk kell arról is egyébként, hogy a megyének a társadalmi struktúrája milyen, illetve ezen belül a Gyöngyösi kistérségnek a társadalmi struktúrája milyen, hogyan néz ki ez Észak-Magyarországhoz képest, hiszen a megújuló energiák szerepe ugye ebben a tekintetben megint fontos lehet, hogy a társadalom hogyan tudja ezt hasonlítani. A dián látható két ábra jól szemlélteti azt, hogy a megyének a társadalmára jellemző az előregedő népesség. Ugye különösen igaz ez abban, különösen fontos ez abban is, hogy ez az előregedő népesség nem csak kor, hanem nemi struktúrában is megoszlik, hiszen jóval több az időskorú nőnek az aránya, illetve emellett azt is mindenképpen fontos kiemelni, hogy a népességnek a változása a térségben akár az országhoz, akár az észak-magyarországi régióhoz képest jóval kedvezőtlenebb, tehát egy igen kedvezőtlen korstruktúrájú és demográfiai viszonyokkal rendelkező népességű a megye. A megújuló energiáknak a szerepe egyébként is nagyon fontos a Gyöngyösi kistérségben. Néhány példát hadd említsek erre. Ugye nem csak a intézményi, hanem a lakossági struktúrában, a lakossági felhasználásban is nagyon fontos. Egy nagyon jó példa, talán a legnagyobb, ugye Magyarország második legnagyobb erőműve, a Visontán működő Mátrai erőmű ZRT, amely amellett, hogy biomasszát hasznosít bizonyos tekintetben, másrészt most épült Közép-Európa legnagyobb napenergia farmja, naperőműve a térségnek. Harmadrészt fontos kiemelni azt, hogy kisebb fűtőművek is jelen vannak a kistérségben. Gondoljunk itt ugye a Károly Róbert főiskolához tartozó taspusztán működő 1 megawattos fűtőműre. Megújuló energiával kapcsolatban nagyon fontos az, hogy milyen a térségben élő lakosságnak a hozzáértése, egyáltalán az attitűdje a megújuló energiákhoz. És erre vonatkozóan ugye nagyon fontos kiemelni azt, hogy milyen képzések vannak, mennyire van lehetőség a helyi lakosságnak tanulni az adott területen. Erre megint csak nagyon jó példa a Gyöngyösi térség, illetve Heves megye, hiszen egyrészt a Károly Róbert főiskola hosszú időn keresztül megújuló energetikus felsőfokú képzést üzemeltetett. Emellett a városhoz közel található Mátrafüreden, az erdészeti szakközépiskolában a diákok szintén tanulnak megújuló energiák hasznosításával, elsősorban biomasszával kapcsolatos tanulmányokat. Illetve megújuló energiáknak a vidékfejlesztésben betöltött szerepét azért hangsúlyozni kell itt a mi régiónkban is. Lényegében nagyon fontos és kiemelhető az energianövény termesztésre, feldolgozásra, annak felhasználására irányuló kezdeményezés, amelyet ugye a korábban említett fűtőmű tud használni. Emellett nagyon fontos, és kiemelték a válaszadóink azt is, hogy további vidékfejlesztési irányokat mozgathat meg megújuló energia hasznosítása, és hát ugye nem utolsó sorban munkahelyteremtéssel jár, bármilyen beruházásról is beszéljünk. Ennek köszönhetően a helyi lakosság számára kiegészítő jövedelmet nyújthat.